Nagy szeretettel köszönjük a sajtó megjelent munkatársait. A Mi Hazánk mozgalom az egyik legerősebb ellenzéki párt. Nagyon fontosnak tartja nem csak a parlamenti munkát, mint politikai szinteret, hanem nyilvánvalóan az Európai Parlamentet és az önkormányzatokat. Ennek megfelelően az idei Európa Parlamenti és önkormányzati választásokon indulunk. Az elsőnek regisztrálta pártunk, mint jelölő szervezet. És hát nyilvánvalóan nem csak országosan, hanem Borsodó-Zemplén megyében is arra törekszünk, hogy el tudjunk indulni lehetőleg minél több településen, hogy a választók számára minél több borsodi településen egy harmadik útnak a lehetősége álljon fent, főleg azoknak, akik ugye elegük van az elmúlt 30 év politikai váltogazdálkodásából. A Mi Hazánk mozgalom borsodi tagjaival, szervezeteivel készülünk gőzerűvel a választásokra, és indulunk a különböző településeken. Itt Kazincbarcikán be is mutatnám a kazincbarcikai polgármester jelöltünket, dr. Pfister Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom hitelügyi és végrehajtásügyi szakpolitikusát, amit azt gondolom, hogy talán be sem kell már mutatni annyira, hiszen a 2022-es országgyűlési választásokon ennek a választókörzetnek volt az országgyűlési képviselőjelöltje, illetve hát a végrehajtó maffia elleni harcnak az egyik élharcosa, és véleményem szerint hatalmas szerepe van abban, hogy tulajdonképpen a végrehajtó maffiának a felderítése az megindult. Rács adnám a szót dr. Pfister Zsuzsannának. Köszönöm szépen. Üdvözlök én is minden megjelentet, és köszönöm szépen a felvezetést. Én ugye születésem óta Kazincbarcikán élek, és a Mi Hazánk mozgalom tagja vagyok már megalakulása óta, és nagyon fontosnak tartom itt az önkormányzati választásokon való részvételünket is, hogy igenis a lakosságnak legyen egy olyan lehetősége, hogy valóban akinek elege lett a Fideszből és a baloldali pártokból, azoknak nyújtsunk egy olyan lehetőséget, hogy igenis harmadik útként a Mi Hazánk mozgalomra tudjanak szavazni, és a Mi Hazánk mozgalom tudjon nekik megoldást nyújtani. A elkövetkezendő időszakban egy konkrét programot is szeretnénk a városlakók részére majd kibocsátani, amit online formában lehet majd elérni, de nagy vonalakban azért felvázolnám, hogy nagyon fontosnak tartanám azt a elkövetkezendő önkormányzati ciklusban, hogy igenis a városgazdálkodás az átlátható formában kerüljön sorra. Ezt a jelenlegi önkormányzat és a városvezetés véleményünk szerint nem teljes egészében viszi végbe, és ez hatalmas hibának tartom számon. Ezen mielőbb orvosolni szükséges ezt a problémát. A város értékeinek a megőrzése és kiemelt fontosságot kell, hogy kapjon. A Mi Hazánk mozgalom alapvetően is ugye egy értékmegőrző párt, ugye a nemzeti öntudathoz és a értékeinkhez, nagyon hagyományainkhoz szorosan kell kapcsolódnunk és azokat táplálni, és éppen ezért az önkormányzat vagyonát is ugyanígy felelősséggel kell kezelni. Ugye a tavalyi évben napfényre derült az, hogy a Balatonszepezdi tábort, ugye, ami az önkormányzat tulajdonában állt, azt nagyon aljas módon értékesítették sajnos a önkormányzatban. Ugye erről a városlakók nem is nagyon tudtak, a Mi Hazánk mozgalom már nyáron egy aláírásgyűjtést szervezett annak érdekében, hogy ezt a tábort megtartsuk, és ne kótyavetjéjék el pár 10-100 millió forintért. Ez sajnos mégis megtette az önkormányzat, de véleményem szerint ezeket a vagyonokat meg kell őrizni, és a vagyongazdálkodást is sokkal korszerűbben és gazdaságosabban kell az elkövetkezendő időszakban véghez vinni, és éppen ezért vállaljuk ezt a harcot, hogy igenis a Mi Hazánk mozgalom is fog indulni itt Kazincbarcikán, és igenis utat akar és fog mutatni a lakosságnak, hogy van alternatíva a jelenlegi városvezetőkön kívül is, és igenis van programunk és határozott fellépésünk arra vonatkozóan, hogy ebben a városban végre új szint is tudjunk vinni a politikai életbe.